Üdvözlök mindenkit, Katamari vagyok, ez pedig a Binding of Isaac. Nos, nem tudom, hogy ki mennyire néz a többi videót, de... Ugye szoktam csinálni ilyen Binding of Isaac live adásokat is, időnként, amikor van rá kedvem és időm. És a helyzet az, hogy az egyik ilyen live adás keretein belül sikerül megcsinálni a Purist nevű challenge-ot, amivel ugye szenvedtünk már elég sok epizód óta. Meg is tudom mutatni, így már bizonyíték. Ki vagyon húzva a Purist. Szóval szerintem a Binding of Isaac live adás második sorszemléletet részét nézze meg mindenki, mert abban van ez a kihívás, ahogy megcsinálom. Viszont a sorozat még csak 47 résznél tart, és nem akarom így befejezni. Hát főleg egy olyan csúfos epizóddal, mint a 47. Ezért még három rész lesz ebből a sorozatból. Ugyanis Steamen van még egyetlen egy kihívás, amit nem csináltam, mert ha meg is tudom mutatni. Itt látható. Itt van igazából 5, meg még talán valami. Nem. De úgy tűnik, hogy 11 még valahogy kimaradt, de igazából a tárgy, ami hiányzik még mindenképpen, az a Sacrificial Knife. Vagyis az áldozókés, áldozótör. Amihez meg kell csinálnom a Cathedral Thief-vel. Most gyorsan ránézek Steamen, hogy esetleg van-e valami kijelző, amit nem csináltam meg, mert itt ugye 73 a 84-ből van, tehát azt jelenti, hogy 11 darab hiányzik. Ami furcsa, mert itt összesen 5 darab challenge van felsorolva, amit nem csináltam még, mert a többi az mindig van, amit elértem már. Úgyhogy, ja, igazából csak a Sacrificial Knife-ra tudok törekedni. Ja, tudom, igazából a sima Binding of Isaac-es dolgok közül is kimaradt pár, mint például a Forget Me Now. Ugye a mi tabletta, ami újra csinálja az egész pályát, hogyha nincs kedvem megcsinálni. Az most itt nem találom, hogy le van-e írva valahol. Egyelőre nem látom sehol. Nem? Nagyon úgy tűnik, hogy itt nincsen. Akkor nekem kell megnézni, mi maradt ki, meg ilyenek, úgyhogy... Hát majd később lesz. Lényeg az, hogy akkor most még két epizódban megpróbálom ívvel megcsinálni a chestet. Hogyha most kérül, akkor majd egy simulátor letolok 49-esbe. Ó, köszönöm tőle, Brief. 50. pedig majd egy jubilómi epizód lesz, ugyanis nemrég elfilosztom a Binding of Isaac történetén, és szeretném végre eloszlatni a kételjeiteket, és teljes mértékben minden egyes részlete kiterjedően kifejteni a Binding of Isaac történetét. Itt lehet, hogy majd időbeli zavar is lesz, úgymond zavar lesz az erőben, mert hogy nem kizárt, hogy előbb fogom felvenni azt a videót, mint a 49-est. Most még nincsen fölvéve, de még lehet, hogy előbb fel lesz, mint a 49-es. Ó, király! Az űrangyal. Guardian Angel. Pont az a képes, amit az imént állokoltam az egyik korábbiban. Most kiszak egy pillanat. Szóval, ja, ez az a egyik olyan képesség, amit nemrég állokoltam. Azt hiszem, Magdalénnek kellett megcsinálni. Se volt. Ha jól emlékszem. Ez a kívás, nem ez a tájfeladás, mint most meg akarod csinálni, egyébként egyszerűen majdnem sikerült. Csak egy óriási fail volt, ugyanis a paralőzőt magammal vittem ugye, és pont meghattam a kulacsot trinketként, és már kinyírtam mindenkit a katedrában, és pont a visszaúton, miközben mentem vissza Isaachez, pont akkor szedtem fel végtelenül a kullancsot. És ugye azt nem lehet leszedni, úgyhogy óriási, nagyon durva fajt elkövettem. Ekkor. Na. Kitaláltam azt a szabályt, hogy úgy fogok menni a szobákon, hogy az uramutató járásával ellentétesen járom be a szobákat. És akkor ugye mindegyiket bejárom. Na. Azt nem tudom kinyitni szerintem. Na és most egy pillanat, most mégis meg kell állnom, mert ablak ugye nyitva van, meg kurva jó idő van, meg minden, csak azért kicsit hűvös van, befúj a szél, úgyhogy így. Levegő az úgyis friss, mert most jöttem el nemrég vissza a kolyába, és észrevettem, hogy szobatársam úgy ment el, hogy itt vagyta az ablakot. Tehát így képzeljétek el, hogy két napon keresztül nyitva volt az ablak. Tehát ennél frissebb, akkor sem lehetne, hogyha nem menne ablak konkrétan. Mondjuk ezt azért képzeltétek volna el télen,
Vagy akár csak pár nappal korábban. Illetve nem. Nekem pár... Nem, már nekem is volt egy két hete. Most ezt a videót ti úgyis majd egy héttel később nézitek meg, ha jól számolok. Egyáltalán hanyadika van ma? Ja, 14-e, igen. Tehát ja, úgy satszper kb. 2-3 hete volt ugye ez a borzalmas óhelyzet márciusban, meg áprilisban. És ahhoz képest most már 7 ágras süt a nap. Hát legalábbis itt Pécsen. Na, hát nem igaz. Mi van az, hogy videóban mindig sokkal szarabbul teljesítek, mint egyedül? Na, de legalább van bomba. Ez a játék annyi fantasztikus, gyerekek. Szerintem inkább ezt robbantam itt ki, mert az mégis csak pénz. Nem is kevés. Egy dime, az... Az úgy igazából... nem semmi. Ott van a szív, ott is van fent egy szív, de szerintem azt kihagyom most. Nem is tudom, mit mondhatnék igazából. A helyben videóban sem mesélhetném, amit a Binding of Isaac sztoriál kitaláltam, csak nem biztos, hogy jól tudok koncentrálni harc közben. Meg akkor mégis mit csinálok 50. videónak az a helyzet, nem tudom egyszerűen. Mert nincs kezdem a legjobb pontokat összegyűjteni és összevágni, ugyanis az 50 epizód, ez legalább 30 olyan játékidőt felől el, talán 40-et is, és azt én nem nézem végig, ne haragudjatok. Rengeteg egyszerűen. Na, és még egy pénzérme. Kulcs persze még mindig nincs. Azért az első boss csináljuk meg szerintem. Hát csak Gemini. Valamilyen champion. Ja, szét van választva a kisfiú. Talán kicsit agresszívabb lenne pont Misty mennél. És nem tudom, mivel beszélni most hirtelen. Ha jól tudom, akkor ez a Garden Ninja nem sebez senkit, csak felfogja a lövéseket. Hát legalábbis akkor nem képvisel, mint a Meat Boy. Ja, nem, bocsánat, az áldozókés. Az áldozókés ugye az anyakésének a ilyen pörgő szövetséges megfelelője, pont amit a Guardian Angel. Így a játékos körül egy ilyen véres tőr lebeg. Aminek kb. Akkor sebzője, mint anyakésének, csak ugye ezt nem tudod kilőni. Ez körülötted forog. Ah! Nem nyakoljon az a madár. Már csak igazából össze-vissza kell mászkálnom. Nem is kéne lőnöm. Na, a szívet visszakaptam, és egy pentagram! Nagyszerű! Tehát csak erősebb lettem. Na, akkor majd csinálj meg ezt is. Ja, csak egy Duke of Lies. A Basement Excel nem olyan vészes, ellenben a Cellar Excel-lel. Nem Excel, XL, bocsánat. Excel az kicsit más, az már Windows termék. Office. Na. Na nem baj, legalább kijött a madárka. Most se kéne semmi más csinálnom. Husknál mondjuk Duke of Lies 2-nél ugye érdekesebb lenne ez az egész. Azt ki most először a sola töltétében megállt, hogy boss harc közben inni. Ilyen se volt még ennek előtte. Na és a rúzs? Azért van egy kis kontraszt a két képesség között. De mindegy. Így könnyebb ezt megcsinálni. Ott van a volt, most lettem csak észre. De nem baj, kell a kulcs, kell egy kulcs akkor is. És úgy igazából legalább három kéne. Vagy akár egy bomba is, hogy azt a kulcsot legfelül kiszedjen. Itt is van megjelölt kő. Ha jól olvastam, akkor Binding of Isaac Wiki szerint ennek kék kő a neve. Tudom, miért sem tudok érteni, de én adok nyilván megjelölt kőnni, mert van rajta egy kereszt, ugye. A mélysillők meg mindenhol. Na. Úgy. Tabletta? Mit csinál? Tears down, anyád picsáját. Kb. Amit a rúzsról kaptam, akkor el is vesztettem. Na. Na. És végre egy kulcs. Pont így a végére. Akkor szintén inkább megyek a boltba, mert ott azért mégiscsak nagyobb eséllyel találok akár még egy kulcsot. Segítve ezzel magamat. Na ugye ezt felejtsük, hogy még mindig XL pálya van, tehát itt két item room is van.
Mondjuk pont ezért jobb, amikor nincs Curse of the Labyrinth, mert ott a legelső item roomhoz nem kell kulcs. Na, mégis ez se rossz. Itt az mind a kettőhöz kell kulcs, az a probléma. Se bombám, se kulcsom. Nem is tudtam visszamenni se egy bombát, se egy kulcsot, úgyhogy ez egy kicsit frusztráló azért minden esetre. Akkor benézzünk ide, hogy itt nincsen kulcs, akkor... Hát így nem hiszem, hogy fogok kapni. Trinket kéne hozzá, vagy valami ilyesmi. És bazd meg, de! Eszem megáll. The Virus. Hát ezért nem érte meg szerintem, de nem baj. Jobb, mint egy láda, aminek nem tudom a tartalmát. Na most ott van még egy félszív, de nem mászok el értem, mert annyit nem ér. Lényeg az, hogy 11 perc és már is vagyunk a képzbe, Catacombsba. Nem is volt ez egy olyan nagy X-re pálya. Na. Akkor jött a barlangok. Egyszerűen úgy tapasztaltam, hogy játékon és videón kívül ezek a bizonyákok gyorsabban támadják hívet, mint a többi játékost, mint a többi szereplőt. Mostán a videó miatt van lassú, vagy nem tudom. Na, most hát ezek van bomba. Az is vicces különben, hogy itt van háromféle szoba egymás mellett. Legalább látom a térképen a boss-t is. Na, na. Az egy elég érdekes keresztűz volt. Na! Nem tudok célozni. Mondjuk ebben a játékban nem is könnyű, de örülöknek, hogy azért van fizikája a lövésnek, úgymond. Tehát, hogyha mozgásfőből lök, akkor kicsit elhúz abba az irányba. Ez ugye emlékeztek, az előző epizódban Mesco filmfilm jelen valami kiválóan bejött. Mert ki tudtam csinálni, fél szívvel baszki. Az! Az szerintem annyi napig az egyik nagyobb Binding of Isaac-es teljesítményem egyébként, így belegondolva. Hát csak most nem is sérültem még meg ezen a pályán, talán most is van talán! Lehet, hogy mindjárt megcsináljam ezt is sérülés nélkül megint. A Spelunker Boy achievement miatt. Akkor jó is, hogy nem... Na, ne szórakozzatok már! Ez komoly, már meg... Ah, Istenem. Oké, szerintem kb. El is felejtetem. Na, na, na. Nem fognak jönni az rossz étel a csirkecombok, bár az a champion az kicsit ijesztő. A championok eleve ijesztőek mondjuk. Na. Mondjuk látjátok, nála is benne az, hogy én nem csak egyesre lehet lőni, hanem kicsit félrehordva is, mert ha csak egyesre tudna lőni, akkor ez így esélytelen lenne sérülés nélkül. Higgyétek el, ez sérülés nélkül nem menne. Hogyha nem hordna félre kicsit a lövés. És itt is csak öreg kukacokat vagy fiatalokat kaptam, nem pedig a sima... Nem pedig a sima lerohanósokat. Ez nagyon megkönnyíti a helyzetet. Tartsa a távolságot, ez így könnyű. És szoktam mondani, hogy így jól játszok, úgy jól játszok, hát... Igazából csak a rutin teszi. Meg nem is tudom, hogy jól játszok, mert... Ebben a játékban is annyiféle lehetséges kombináció van mindenre. Na, gisek. Á, ez is egy kicsit hivatos. Tejföl! Tejföl! Mert ugye pont így vannak eltéve, hogyha az egyiket elködök, a másikébe mész bele. Kicsit beszartam most. És félszív nagyszerű. Kulcs még mindig sehol. De sziklán ezek nem lőnek át, ez mondjuk nagy könnyítés. Azt hiányoltam egyébként tényleg, hogy nincs olyan ellenfél, amiknek mondjuk olyan képességei vannak, mint nekem. Tehát, hogy Spectral Tears, meg ilyenek, ugye ami átmegy a tárgyakon. Vagy Piercing, erre ugye, ami átmegy a szörnyeken. Ugye a Cupido nyila, aminek olyan képességed lehet. Na, eddig tök simán megy. Aztán elkapom bossnak mondjuk, nem is tudom, Gurdit. Nagyon az, hogy elmenne, de Chad-et. Chad-nél nagyon nézd megsérülni, mert ugye ő vérből van. Aztán feltűnt, lehet, hogy már említettem is, de Chad abban különbözik igazából a csapt, hogy egyrészt más szennyekre spónol le. Másrészt pedig minél kisebb az értelje, annál kisebb és gyorsabb.
Itt így összehasszik, ugye? Vagy mi a fuck? Na! Á, csak nem sikerült. Ezt a büdös életben nem fogom összehozni. Mindegy, akkor irány a bassz. Na, csak bejöttetek ti is. Annyi a szomorítók. Egyszerre hárman, már négyen. És ott is megharadta. Ha kellett, hogy vissza kéne menni majd a szívekért. Ja, szerintem vissza kéne menni majd. Nem. Amikor így felállnak ilyen sorfalban, vagy nem mint a észak-koreai katonák, vagy akárki. Ez kicsit ijesztő. Mert pont úgy lőnek, hogy szinte lehetetlenek, hogy ezek felállnak sorfalba. Na, igen. Akkor szerintem vissza fog menni mindenképp a szívekért, mert így nem megyek neki a bossnak. És ponttól kaptam megint kulcsot, hát baszki. Jó, mondjuk erősebb vagyok így, igen, tudom, mint, mert ott van ez a War Babylon képesség, de hát félszív az igazából one shot, one kill. Hát egyszer megműnek és vége. Kaput. Truth pass. Smafu. Most amelyek nagyon-nagyon sokat Binding of Isaac kezdtem videón kívül. Hát magamhoz képest tulajdonképp. Na most akkor bolt, vagy item room bolt, vagy item room. Hát itt vezet még kulcsot újra. Candle. Na, ahhoz valamilyen úton módon be kéne szerezni még valamennyi kis pénzecskét, mert... Hát, tudjátok. Hát nem tudom, igazából egy bombát nem hiszem, hogy megérne. Egy egész bombát. Egyetlen egy penny. Na, vagy a Candle-t azt mindenképp megszerzem, mert az a szinte garantált, hogy győzelmem. Az a baj, nem tudom kitalálni, melyik szobába... Hát nem ott. Melyik szoba titkos. Hát nem az, és kész, fel is voltak a bombáim, baszki. Na, ott mennyi van egyáltalán? Ott is csak egy. Hát azért nem fog robbantani két bombát. De egyik nyilvánvaló helyen se volt. Ugyan, mert eléggé nagy valószínűség olyan helyen van, ahol... ott is egy... Hát basznek, nem hiszem el. Jó, akkor ezt adjuk fel, bízzuk rá, bízzuk magunkat a szerencsére, hogy esetleg megkapom a Pigeon-t baj képességet, ugye azt a kis koronát úgy fog szerezni. És pont cselet megkaptam, nem baj. Úgyhogy meg fogom kapni majd kicsi cselet. Ami határozottan jó lesz majd. Beszarult. És megette a sajátját. És nem a sajátját, mert ő nem ilyenek a spawnnal. Ja, várjuk, azt szerintem viszont az teljességgel kivancsuk, hogy én megszerezem itt most majd a maradék négy pennit, mert... Hát el tudjátok. Chad biztosan a kicsi képességet adja, a szövetségest. És nincs nálam az Ivy bag. És mindazóval végigjártunk, itt már nincsen. Itt már nincsen bomba. Ez rohadtul frusztráló egyébként. Na, dobd oda, dobd oda, és oda dobta. Nem oda dobta. De félig oda dobta. Hát a három lehetőséget eddig is végigvettük, úgyhogy ja, nem jártam rosszul. Na. Na, aztán ez aztán a fucking fuck. De bosszant, hogy ez ilyen kulákat hív le. Majdnem kulákokat mondtam, de az kicsit más jelent. Úgyis egy vörös valami ellen harcok, akkor inkább nem is használok ilyen kifejezéseket. Jaj! Mondtam, begyorsul ez a kis buzi. De amúgy szívesen harcolok vele valahogy. Nem olyan, mint Csepp, hogy jaj már... Nem Csepp. Csepp. Jaj már megint? Ez már unalmas. Ugye fárasztóan semmilyen Csepp egy ponton túl. Nem igaz, hogy pont a Candle nem tudom fölvenni, nem hiszem el. Hoppá! Ja igen, a Virus miatt most eléggé durván visszavett. Visszaesett az életereje. Csak még egy halat és nekem végem sajnos. Csak észre. Úgy. Kicsi csed. Ahogyan azt én mondtam.
hogy tovább is akkor nincs mit tenni sajnos. Ja, igen, ez megint ez a nincs menekvés szituáció. Na, hajj meg, valaki halljon már meg a kurva életbe. De most nem is jönnek rám. Mi a fák? Nem cuppannak rám, hogy ott állok. Oké, ez különös. Ez különös volt. Ez nem tudom, hogy volt lehetséges, és különös is volt, de... Tehát itt leszarom, örülök neki. Na, ennek már kevésbé. Még itt eltalálni ezeket. Ajaj. Na. Értitek, most itt a pofámba robbannak. Máshol meg túl messze vannak, hogy eltaláljam őket. Ouch. Na. Most itt a dobig lövöm őket, pont úgy tűnt, mint a maszkoknál. Mondjuk ezek nem basznak vissza szerencsére. Nem, már még csak az kéne. Na, az az kirobbant, az már jó. És újni. Két halállal négyet elintéztem, nagyszerű. Megint a buzernyákok már. Nem igaz? Ja, ezeket jól tudod buzernyáknak hívni. Valahogy ez így meg is halt a fejembe. Hát pont abban kifolyok, hogy mintha agresszióan támadnak hívet. Vagy nem tudom. Ettől távolságtól függ, minél közelebb vagy annál hevesebben támadnak, vagy fordítva. Na, egy félszélt kaptam, nagyszerű. És van arcade room is. Ott, az kiváló lesz tápolni, baszki. Az tápolni kiváló lesz. Tudjátok, az a metódus, amilyen segítségével. Szívet veszek, vért adok, pénzet, újabb szívet veszek, és így tovább. Ja, és igen, egyébként már sokan mondogattátok, és meg is fog történni az, hogy ennek a sorozat vége, akkor challenge-nak fognak menni. Lehet, hogy élő adásban, de lehet, hogy nem, mert például most nem tudtam megcsinálni, mert muszáj volt pénteken hazamennem, ugye a szabadtársam is akkor ment, de később, mint én. És ugye szombaton nem tudtam visszajönni, csak ma, vasárnap, és hát ez bizony azt jelenti, hogy csak annyi időm van videózni, amíg ma meg nem jön a szobatársam. Jós gép, nagyszerű. Mindegy. Adjunk vért. Ugye azért jó ez a tápolós dolog, mert... Ó, király. Csak véletlenül mentem mondani. Ez a tápolós dolog azért jó, mert ugye a végén megkaphatom az IV bag-et, vagy akár mondom a véres zsákot is. A blood bag-et, ugye. Fucking fuck. Utoljára. Egész sok pénzt kaptam. Ha nem pénz kéne, akkor bemegyek oda is, hát ad valami hasznos trinket is a végén. Hát mert úgy kulcsra jártam, ha már itt tartunk, itt vagyunk. Na, egy kártya, mit csinál? Halálkártya, az nem is rossz. És meghalok. Tudtam, bazd meg. És nem ment el a zene. De megcsináljuk újra. Most tényleg kezdem, hogy szívesen megcsinálom újra. Loki szarvai. Speciális könnyek. Sokra nem megyek le, hogy négyfelé szarak menjem egyébként. Azt hiszem ez az, hogy négyfelé szor, igen. Nem a könny, az a parazita, hanem én magamból szorok ki négyfelé. Nem megyek sokra vele, de ki tudja. Mindegy. Éreztenek, hogy a lény nekem fog menni, és ezért nem is csináltam bajhét belőle. Igazából ezzel a challenge-el, nem challenge, ezzel az achievement-el úgy se kell kapkodnunk voltakért. Hát basszad meg te is már. Leszem boltban, nem fogok itt sem menni. Ja, ez is ennyi. Gyakorlatilag gyorsan meg lesz talán ez a videó. Ó, és csak lerrik. A lerriken a speciál éppen akár még működhet is az a szar. Lehet, hogy bemegy mögém. Pont úgy vannak, hogy átlóba állok és
Na értitek, hát itt állok, és így felé szól, hogy látjátok, akkor valamiket hátra eltalálja. Igaz, csak egyszer, de... Hát... Jó, szerintem ezt inkább ne filtassuk, mert hatékonysága az nagyon alacsony. Hát nagyon, nagyon kicsi hatásokú ez a... Ez a fajta kihasználása ennek a képességnek. Tehát erősen nem... Tehát nem mondom, hogy ettől sokkal erősebbek lennétek, de alapvetően nem egy rossz képesség. Egyáltalán nem rossz, olyan átlagosnak mondanám. Mert mégiscsak varjál a dolgokon. Mert hogyha erős a könnyed, akkor egy idő után már... Egy idő után már egész hatékony is lehet akár. Mondom, légyinvázió esetén akár tökéletes lehet, mert a mögötted, melletted lévő legyeket azt egy lövéssel kiirthatod. Megölheted annak a céljára kiváló, tökéletesen. Hát csak ugye azt mondom, kell egy megfelelő erő. A könnyeknek. Most egyébként az is kérdés, hogyha egyáltalán megcsináltam ezt a challenge-et, akkor megkapom-e a Platinum Guard emblémát és achievementet a free menübe. Achievementet és emblémát a free menübe. Na, Shard Speed Up. Na, ott mondjuk jól jön. Szóval, ja, lehet, hogy több is kell hozzá, mert mondom, a Forget Me Now-t azt elvég nem is állokoltam még. Egy Curse of Darkness, mennyi a picsába. Persze kulcsom sincs, azt ne felejtsük el. Ez a Shard Speed Up viszont mindenképpen jó, mert szeretek gyorsan lőni. Ezt szeretem például abba a csokkistely képességbe is, hogy ott igazából az, hogy milyen gyorsan lövök, az a ujjamnak a gyorsaságától függ, és higgyétek el, hogy az tud dolgozni. És annál jobb tempót nem lehet semmilyen képességgel elérni. De még csak azt ne közelítő tempót sem voltak épp. Esetleg cheat engine-nél, de hát ez még nem jó, nem szeretek variálni. Ott talán is ilyesztőt jelenne, hogy az Isaac akkora volt, hogy betöltötte az egész szobát. Na már én is látom értelmét igazából. Na, gyere ki te buzi! Te csöves! Gyere ki! Te Peter Griffin. Ugye valaki azt mondta, hogy hereseggül légy. És ugye Peter Griffinnek meg olyan a Family Guy-ban zártak olyan az állam, mint a here. És azt mondta is az egyik hölgyek egyszer, amikor lekopogtak hozzá. Na, Gemini újra. Itt is a... Hát nem tudom, és szerintem oldasulva pont nem fog érni ez a képesség. Esetleg Stevennél érhetne, ahol külön is válnak, mert itt túlságosan egyben vannak ahhoz, hogy... Na, baszki. Na, tényleg ezt lehet, hogy meg kéne kockáztatni, hogy eltalálnak, mert Dead Bird. Csak hát így nem valami erős, ugye két szíva, nem valami sok. Judással se voltam olyan könnyű az eset egyébként. Na és eltalál, nem igaz. Mondjuk egy erősebb vagyok, de... One shot, one kill, és ez nem tetszik nekem. Na, ennyi volt a kisfiú. Vagyis a nagy. És ennyi a kisfiú. Speed up? És egy kis szível látmány. Nagyszerű, köbb is nézhetünk akkor. Hát nem ott nyilván. Mit? Azért ez feltűnt, hogy a Binding of Isaac-ban legtöbb szoba az közép pontosan szimmetrikus. De minimum tengelyesen? Hát inkább közép pontosan. Ez például, mondjuk ez közép pontosan is, meg tengelyesen is. Két tengely mentén is. Nem tudom, hogy ennek mi az ok, hogy ez optimalizálni akarta a játékot meg Millen bácsi. Nem tudom, tényleg. Az biztos, hogy nem lehetett valami nagyon könnyű ezt a játékot tesztelni, azt mondtam, ami rémálom lehetett. Hogy ez megfelelő nehézség legyen, és még így is néha vannak nagyon unfair kombinációk. Range up? Nagyszerű. Shard speed up és range up. Egész jó. A kövek föl tudja nem lő át. Hát ha jól látom akkor, de... Úgyhogy itt szívni fogok egy darabig. Madárka segít valamennyi, de hát azt hagyjuk inkább. Úgy. Na, miért a tabletta? Bad trip, anyád picsája. Várj, akkor nézzünk be a boss dungeonbe, hát ha ott van valami kincs. Ó, hát azért bemegyek mindenképp. Most is Lady Junior egy HP-t, elszorakozunk már.
Jó, mondjuk igazából... Nem tudom. Monster szokott adni ilyen HP up-okat. Sőt, hogy jutom, csak az szokott adni. Majd, hogy nem. Most egy kicsit többet kell harcolni, mert tehát az a három törpeleri az nem jelent nekem semmit. Én át lehetem menni egyébként így, mikor mozdul, így át lehet menni alatta, de nem kockáztatom, mert most nem akarom. Nem vagyok a baszi csúlyésönbe. Szóval mondom, három törpeleri az igazából semmiség, mert egy észét szétbarmold, akkor már meghal. HP up-ért, tehát... Seems like it. Annak három volt, vagy mindegyiknek három van? Mert egy kettőt látod, de ott... Ezeknek három van, de csak kettő jelenik meg. Strafa bíró farkuk van. Most mindenki rosszra gondol egyből, ugye? Hát, hogy szóval ki rosszra gondol, hogy aki nem? Na most kiderítem, hogy van-e ott kulcs. Azt ha van, akkor item room. Vagy treasure room, tök mindegy. Mert annélkül azért nem kéne tovább állni. Na, csak egy tabletta. A range up. Hát oda vezető úton talán még lesz kulcs. De mi az a krónikus bomba, meg kulcs, meg pénzhiány all the time? Ezt nem értem egyszerűen. Ez a bombával gyorsan intézhető lenne, csak spórolni akarok. Akkor inkább meghozhatom, hogy megsérülök. A amatőr buzányákoktól. Jaj! Az volt, beakadok a kőbe állandóan. Mondom! Nem hiszem el. Így kéne beívelni, hogy... Mint a foci labdát. Csava be, mint Beckham! Úgy. Jó, nem fogok kockáztatni, ne haragudjatok. Úgy. Úgyni. Tabletta, full health legyen. Az se rossz. De rá védve vagyok, és még megvan az izé is. A War of Babylon. Na jó, mondjuk, amikor a Binding of Fighters trailert kiöltöltem, mert a War of Babylonra nem találtam semmilyen logikus magyarázatot, de nem is kül szerintem annyira. Oké, kulcs nincs, akkor item room sincs, örökre egy film, ami van ott abban a szobába. Sajnálatos módon. Ez van. Sprite. Igen, megint iszok elnézést. Na. Jól láttam, hogy akadtam a falba? Na mindegy. És a ne! Ketekomb XL. Kapásból a kapzsi fejekkel kezdünk, jó van. Ezt megjeleztem. Szerintem itt még ők is hajt tudnak ugrálni egyszerűen egy kő között. Állni kell nyugodtan. Mikor csak ezek ugye le akarnak támadni, mert buzik. És így pervers, bizarr módon, mint a Goody Junior, így rám másznak. És ezért nem vagyok hajlandó egy helyben maradni, amikor már közel vannak hozzám. Így. Ahogy várj, tőle, már egy megírott kő, akkor kirobbantjuk. És ott pont egy kulcs van, nagyszerű. Adj valami értelmeset, légy szíves. Hát! Igazából köszönöm. Ja, egész jól állok. Konstans. Az a gyönyörű, oh, wow! Az a gyönyörű volt. Csak ez... Úgy valahogy. Elég veszélyes volt, ha majdnem magamat durantottam fel, de nem baj. Megérte így is. Azt hiszem egyáltalán volt a sorozat történetében, hogy fél szívhez kaptam kék szíveket, és Konstans Warbabilon maradtam, mert Kérdőjel, felveszi a... Hát, hívjuk inkább Blue Baby-nek, mert ez olyan hülye kimondani. Szóval, hogyha Blue Baby felveszi... Ezt utálom, ez meg.
Hogyha Blue Baby fölveszi ezt a War Babylon képességet, akkor ő konstans ilyen marad. Mert akkor volt jól, hogyha meg vagy sérülve. De neki nincsen, tehát gyakorlatilag ő halott. Technikailag. Bányász sapka. Sajnos nem megyek sokkal vele bomba nélkül. Látja, hogy hol vannak a titkos szobák. Alapvetően amúgy jó, csak bomba nélkül nem ér, oldasul fasz sem. Sajnos. Na, itt van egy példány, és itt méreg zombik vannak a picsába! Egymást... Ja, várj, ezek ki fogják robbantani nekem itt az ajtót. Na, köpjetek! De ne rám, bazd! Most láttam, hogy ez másfél szívet levett? De nem, csak felett. Egyet már elszettem. Hogy ez... nem. Nem, egy szívet vesz le, bocsánat. Itt beszorultam a picsába. Na, robbantsátok ki nekem ezt itt, légy szíves. Köpjé. Köszönöm. Pontosan erre gondoltam. Viszont így is, hogy egy durált halat és végem van, tekintettel arra, hogy fél meg fél az egy. Kulcs. A nyerőgép. Hát akkor éljünk vele. Fölöttem, na kulcs, még egy. Fölöttem van egy főbűn. Nem kéne oda menni. Félszívet nem kéne valószínű venni, de... Bombát azt mindenképp. Akkor menjünk szerintem erre. Rosszul nem gyűjünk ki belőle. Hát főleg látom, hogy mivel ne szórakozzunk már. Hát ezzel már le is tudtam a fél harcot. Hogyha szeretnék bombát pazarolni, akkor most még... De sok bomba lenne, akkor még egyszer robbantottam volna, de nem. Na, és vissza is állt minden a régi kerékvágásba, nagyszerű. Egy méreg zombi. Ez is mennyire balanszolva már, hogy itt van egy sima méreg zombi, még ötöt kellett az előbb kinyírnom. Ez mi már? Egy nagyon nagy újdonság, szerintem már konstatáltátok néhány szobánál, hogy ezek bizony a sima piros zombik helyett jelennek. Na, a picsába here legyek, Peter Griffinek. Ajaj. Ja, ez jobb, mint a dupla seggű, vagy gettó seggű. Na. Egy meghalt, ott van egy champion. A zöld, azt nem kéne a tüske fölé hagyni. Úgy, egy pénzérme. Képesség újra töltem, még egy bomba és még egy pénz. Na, kezdünk jól állni. Aránylag. Na, láttátok ott azt a legyet azt a pót eltaláltam, amikor lőttem ezt. Fucking fuck! Aj. Ezt most elnyomtam nagyon. Hát bekerítettek, hát megerőszakolnak! Na, ezekre viszont jobban kellett volna most, az biztos. Nyertem már, hogy szobatelepeti buzányákok, úgy. Na most akkor buzányák lesz mindenki. Hát ezek főleg mondjuk mélyegesítőek rohadt módon. Na, tudom, mi kell a tizedik részre. A 10 legundorítóbb ellenfél az egész játékban, véleményem szerint. Hát nem lesz egy könnyű döntés. Hát fel van egy videót is találni arra, hogy mikor melyik hol van. Egy képeket nem fogja vágni szerintem. Nem akar nagyon vágni, csak ugye a hangrámondás miatt, hogy ne kelljen külön játszani, miközben mesélek. A meglévő VR-tesorát tudjam majd mondani. Azért akarok csak vágni volt a kép. És egy ilyen szobát is simán találsz a szellőrben. Igazából, na hát és még ez is rátalál. És még az is. Kétszer is. Fucking fuck. Már tényleg lassan mindennek a teteje. Ne, meg fog halni. Nem haltam meg, nagyszerű, ezt kicsinálta helyettem is őket. Zsízsom le. Ó, és még egy szív, nagyszerű. Hát mondjuk még így is lehet, hogy meghalok egy lövéstől. Aj, pók. Pók! És amíg lövöm, addig is. Nem mondjuk ezen meglepőző sétalpösmések nem lankadnak. Méreg zombik megint. Kinyírom őket, mint a büdös. Úgy. Kapásból kettő volt. Mászhatok bele, úgy, köszönöm szépen.
Persze zsákutcába mentem, de nem baj. Jó, nem oda kellett volna mennem. Most innen hogy jutok ki? Ja, tudom már. BAM! Ezt tudtam! És még kétszer is. Ennyit tért a kék szívem kb. De jó ég itt mennyi szoba függ egybe? Jó Isten! Na, annak a csak értelme volt, utolsó bombám kb. Hozzá nem méltó, ha láthat. És én is mindjárt azt fogok, az a sajnod a gyanúm. Nem csak a bomba. Úgyis, hogy nem meghalt, hanem sorsát hozzá méltatlan módon teljesítette be. Na, ott az egyik mellélővésem találta el. Nem volt olyan rossz képesség az alaki szarv. Na, hoppá, kezdek szerencsés lenni a végén mégiscsak. Ja, ezzel se álltam ilyen rosszul most is hirtelen. És kicsinálja, nem csinálja, de a bokot kicsinálta. Na, majdnem, ügyes taktika, de nem működik ellenem. Az a pomp majdnem becsalt a robbanás veszélyes övezetbe. A Fire in the hole-ba. Vagyis inkább a hole-ba, ahol Fire van. Szuper. Ó, és pont most nincsen bombám. Ja, de van, várja! Van! That's all. Hát semminél több adtál trinketet. Talán. Kártya is megteszi. A nap. Ennyi. Jó, semminél több így. Most nem vettem, mivel már fél pályán túl vagyok. Úgyhogy meg lehet érteni, nem fogom bevetni. Hát egy bot, akkor oda nem megyünk. A kabzsinyot talán megérni, de hát ő is végén még kicsinál. Na most ezzel fognak kicsinálni, jó van. A championnal kezdem mondjuk. Most nézek mindenkit. Itt csak tudok. Már ne felejtsük, ennek, igen, mindig azt szeretném, hogy ennek korlátozott a hatótávolsága. És ezért fosok állandóan, hogy kicsinálnak. Mert őket pont úgy vannak ezek a szabák kizárva, hogy szinte lehetetlensége hatása minden, ahol elkerülni őket teljesen. Jaj! Hú, azt megúsztam. Na, látjátok, erről beszéltem. Ja, most szétszólodnak. Ajaj, na most viszont kakába vagyok. Most masszív kakába vagyok. Most már nem. Általában minden is volt lefették ezek a buzányákok. És nem volt hová menni. A sima felvágathassóak ellen ez biztos halál lett volna, higgyétek el. Azóta nem is mászkálnak ennyit, ha jól tudom. Jöjjön már, basz. Szerintem erre kell lennie. Ott is van. Nagyszerű pókok, pókpörsenések, sétálópörsenések és méreg zombik. Egyik jobban robbant, mint a másik. És egyik jobban fáj, mint a másik. Egy persze egymást nem csinálják ki. De legalább nem találnak el. De pókpörsen is azt kicsinálják, nem? A robbanások. Oké, itt az olyan vagy a biztonságban. Na, pókpörsön és csak kicsinálva. Akkor abban csak egyfajta veszélyek odafigyelnem, ami még így is tetemes. Ahogy az ezek én is mindjárt nem figyelek oda. Na. Az a szerencsé, hogy mélyek zombiktől eltekintve ezek nagyjából random köpködnek. Amelyik ráncolos konkrétan az ugye a mélyek zombi, meg a robbanó. A robbanó pöttyeket szóró szabar. Tudjátok a Deathbe, Necropolisba. Itt szerencséjének nincsenek. Csak mélyek zombik. Azonban viszont elég sok. Úgy értem, túl sok.
Jó, Pestilence, a pók verzió. Nem vészes, nem robbant. Nem olyan meg a nyákája. A szolgálja annál inkább. Úristen, de sokan. Na, hát, hogy be kéne vetni itt majd a kártyát. Pazarlás volna, de ajaj. Az a baj, hogy itt a nagyon-nagyon-nagyon hiba lehetőség. Hiába, na, tessék, meg is mondtam. Na most hova tűnt a másik, mert itt hárman voltak. Csak nem kinyírtam az egyiket. Nem is rám ugrik, baszki. Nem is felém, úgy értem. Az már igen. Most már erősebb is vagyok, mondjuk. Na, fejszétlen, most már csak sima pókok jönnek. Az nem olyan vészes. És még segít az a madárka is. Mondjam, szívet kapjak legalább. Vagy akkor legalább egy tartot úgy tudok jönni a következő roomban, mert... És kacak szerint... Ó, köszönöm. Hát csak kacak szerintem ezt föl lehet adni, mert nem hiszem, hogy ez sikerülni fog ilyen körülmények közt. Na most a tok robolta is, az ne felejtsük már el. Kész, az a fele már készen is van. De akár a hármjelde is. Ez attól még csak egy Yucoflies, aki gyenge, mint a harmatos szar. Hú, azért köp rendesen ő is. Hát, meg vagytok ti, buzelnyák. Jaj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 
vélemény, és ennyi eszállt jobból van véve, hogy sérülésten egy darabig nem sérülhetsz. Hát FPS-ben mondjuk ezt inkább hagyjuk, jó? Egyszerűen 48 perc, és mindig nem vagyok túl ezen a szaron. Meglátjuk, meddig visszük. Persze most állom mint az egész szar. Egyszerű. Most szórakozol velem? Patakit érzem, dugd fel anyádnak jó mélyen. De legalább nem Necropolis, baszki. Akkor itt már borítogatom a vereséget. Mondjuk lehet, hogy így is. Másfél szívvel. Rosszabb esetben két talált is végem van, mondjuk. Pontosan lehetőség, hogy kettő. És az egyébként is a rosszabb eset, a jobbik is az, hogy három. Igen, már most van, most kettő. Hát közel megyek, már annyira felbassz, hogy egyszer támadnak és így muferkednek, vagy nem tudom, de nem tetszik. Na. Várjál, itt van az a napkártya, azt felkén azt mondom, hogy szombosabb ellenfél ellen. Szerencsém maszkóba, hogy nem fog botlani. Legalábbis nem tudom, van nagyon zsácsolnak, hogyha most itt maszkok lesznek valahol. Na. Oké, akkor menjünk ide, és akkor itt bevetem. Hát bevetem, itt biztos bevetem. Oh, és pont a boss irányába megyek, baszki, de jó, pont a boss irányába megyek. Ja, ajaj, viszont be kéne nézni esetleg a item roomokba. Ott rosszat úgysem fog találni. De honnan lett nekem három szívem, hogy hirtelen septibe? Kékszél mondanád, de nem baj, megérte. Vagy akkor ezt csinálja a napkártya is, feltölti az életerőt. Ez egy jobb kártya, mint gondoltam. Tudok mindig a másik irányba is. Lehetőleg rövidebb úton azért természetesen. De már van két item room, és öt kulcsom, akkor nyilván nem fogom otthagyni őket. Na, és egy pörsönések is. Meneküljünk akkor erre. Persze elsodorják a bombát. Nem sodorták el.
Super Secret Room, mi lesz ott bent. Ja. A, két kék szív. Nem rossz üzlet. És el is tűnt a golyóbis szemű zombi. Egyik personage is, úgyhogy egész jó volt ez az újrakezdés ötlet. Champion sincs. De mi, olyan gyenge vagyok, mint a harmatos szar, én is, hát nem igaz. Na jó, talán a madárkos segítsége kellett ide. Hát én vagyok valami happy, azt meg kell hagyni. Mert nem mindig van utánpótlás életerőből. Na és akkor ez mondott csomópont, itt várunk ketté útjaink. Hogy mikor merre akarok menni, merre tudok menni. Ott van egy agycsempion. Amúgy ezt szerintem agycsempion csak életerőben lehet combosabb. Ne! A picsába már! Ez is. Bekerítettek teljesen. Na ez a legszorabb érdés, amikor pont az egyik legkönnyebben kitartató ellenfél kerít be. Ez valami borzalmas egyszerűen. És ezeket is már megint hogyan? Ott. Úgy az megérte aránylag. Ezek mondom még így is könnyebbek, mint a klatos verziójuk. De irritálóak akkor is. Hát főleg amikor is szabadon mászkálhatnak. Persze mondjuk van benne kihívás, és ez tetszik is, mert ez még az a fajta, ami mérsékelten nehéz. És mérsékelten idegesítő. És nem hal meg ennyi lövéstől. Miért nem hal meg ennyi lövéstől? Na ez a másik, ami felbasz. Aha. Anyád picsálja azt is. Kamikaze. Ezért megérte elverekedni idáig. Ez van. Na, erre. Na, megint a kedvencem a vérzőnyakúak. Persze bomba nincs, egy szál se. Szobrok viszont vannak. Miért tovább basszák, így szívják a véremet inkább? Az találóbb. És még egy champion is, ugye? Nem a championra van vagyok, mert attól legalább kapok valamit, de... Hát az a nem, ott nem. Ott nem maradhat, amikor elövöm. Úgy, egy pénzérme. És egy bomba. És most ugyanaz, még egyszer. Act 2! Még tovább szívják a véremet, igen. És persze most is elvesztem minden szívet, mire eljutok odáig. Szerintem ezt fel is ott hagyjuk a gecibe, jó? Nem, tényleg, hogyha lemegyek fél szívre, akkor feladom. Na jó, most még nem, mert nyilván be akarok menni majd az item roomba. Az egyszer kimutat a két szobor, és még itt vannak ezek a vérzőnyakok, és hát azért álljon már meg a kibaszott menet. Jó. Oké, akkor ennyi. Igazából tényleg nincs ilyen, csak nem értem, hogy vidon kívül tudok játszani jól, akkor most itt miért megy így? Mindegy, challenge-en majd jobban fog menni, ha tényleg nem ezt így a dolognak. Egy kicsit olyan ez, mint a Samsonnak az a... Mi a neve annak? Bloody Tears, ugye? Bloodlust képessége. Hogy minél többször sérülök, annál, nem az fordítva, van mi más, mint az Item Martyr. Minél többször sérülök, annál nekem felmér bennem a pumpa. Minden ez volt a 8. rész, még lesz 2. Addig is sziasztok!